Sziasztok, hello mindenkinek! Itt vagyunk most egy újabb videóban, és itt vagyunk a Nagy Erdei Parkban, és itt vagyunk egy újabb céltalan plusz célos adásban. És ugye, mivel hogy tudom, hogy sokan szeretitek az ilyen videókat, azért természetesen mindig csinálok, minimum egy héten egyszer ilyen videót, vagy nem, most nem tudom, amikor volt az utolsó ilyen videó, de azt elmondom nektek, hogy az utolsó ilyen videóban az volt az egyetlen ilyen, az állványomat így fogom, videó, amiben nyugodtan elértük a buszt, ugyanis nem is tudom, hogy már 5 percre értünk oda busz indulására, de valamikor még volt olyan adás, amikor körösszeg a pártival utaztunk, akkor 2 perccel hamarabb értünk buszindulás előtt, de a múltkori volt az olyan adás, amikor nagyon kényelmesen elértük a buszt. Remélhetőleg a mai adás is ilyen lesz, de hogyha nem ilyen, akkor nem baj. És a mai adásban Hajdúszoboszlóra fogunk utazni, ugye most, hogyha azért van, most azért jövök most innen a Nagy Erdei Parkról, mert itt forgattam a Mindennapi Szabadidő csatornámra egy videót, ugye, ami a Nagy Erdőről szól. Ha kíváncsiak vagytok rá, akkor nézzétek meg. Most pedig az a célunk, hogy elérjük a 17 óra 20-as a debreceni autóbuszállomásról Hajdúszoboszlóra induló autóbusz, és másfél óránk, mert most 15 óra 45 van, és ezen ott a másfél óra alatt úgy kell mennünk, hogy érintenünk kell a Széchenyi utcának a Kürtös utca és az István út közötti szakaszát, vagyis azon a szakaszát, ahol csak a 41-es áll megy, és az is szabályunk, ez a szabálya ennek a ilyenfajta videóknak, adásoknak, hogy hoppá, így a napszem, mindegy, most nem tudom feltenni, mert tele van a kezem, hogy a buszállomás közelébe sem mehetünk, és ez azért lesz most ilyen kacifántos, mert hogy pont a Széchenyi utca a 41-es megy, ahol csak a 41-es meg a 41-os megy, pont a helyközi buszállomás vele kell menni, úgyhogy valahogy gyalog is kell menni. Most az első célunk az lesz, hogy oda elmenjünk, mert tudjátok, nagyon telik az idő, és ugye reméljük, hogy el fogjuk érni a buszt, szóval tartsatok velem, srácok! Na srácok, és elég nehéz így videózom, hogy az tele van a kezem, de most nagyon nagy szerencség van, mert már is jön az 526-os kapcsolat az 1-es vonalon, amivel most vissza fogunk menni a belvárosban, most így tudom fordítani a telefonomat, úgyhogy majd minden használom az állványomat is, ugye, amit tegnap bemutattam, ugye ez az állvány, ugye nem tudnátok, amit tegnap bemutattam. A villamosat biztos használni fogom, ugye ez a Nagy Erdőn forgatott videó, a Mindennapi Szabadidő feltevő videón, azt nagy részt az állványjal forgattam, úgyhogy most is fog ezzel forgatni, és elég nehéz önögetnem, és szerintem mindenki engem bámul most, hogy miért beszélek a telefonomnak, és miért van a kezemben ez a nagy állvány. Úgyhogy valahogy ide megállunk, és akkor megpróbáljuk letenni állványt. Nem tudom, hogy hogy csináljam, hogy elférjenek az emberek. Még valaki? Nem. Na. Így. Szóval megyünk a villamossal a Kossuth térig. Srácok, és itt vagyok a körtén, a közben itt megy veletem ez a kap, de nem ezzel érkeztem, mert ugye az egyetem felé megyek, én meg az egyetem felől érkeztem, még hozzá az egyetemen is szálltam fel a járvány közben, próbálom itt becipzározni a táskámat, minden menni fog, mondom most a jó. És srácok, itt elfáradtam, mert ott elég ülni kellett, közben akkor megyünk előre, és most nem is tettem át a szelfibotra, hanem most az állványomban még egyelőre telefonon, de mindjárt átrakom, mert így az állványjal így a kezembe is így blogolni, és ez az állvány nagyon rohadt nehéz. És ha én azt gondoltam, ha lesz kamerám, akkor ez lesz a tartója, majd amúgy akarok venni kamerát, de ez még a jövő zenéje, hogy mikor lesz. És aztán már rájöttem, hogy akkor veszek majd rá, mit tudom, valami kis asztali állványt, valami, ami sokkal könnyebb, és ami tudok tartani így a kamerával, amúgy úgy simán, anélkül, hogy tartani, úgy nem lehet hosszú időn keresztül, én meg szoktam hosszú időnkön át vlogolni, és már nagyon fáj a karom, hogy itt tartom ezt az állványt. Úgyhogy most átadtam a
át, mostan a másik karommal fogom. Szóval menjünk oda, most a 60 után elnevezési autóbusz megálló helyre megyünk, és most az a kérdés, hogy most a 22-es, ha jön, akkor azzal lemegyünk a Kisegyesi útig, onnan meg akkor a 24-essel vissza a István útig, onnan meg a 41-essel. Mondjuk elég kazifántos, de mindegy, srácok. És akkor, úgyhogy mire nem jön a 22-esek valamelyik, akkor például ott lesétálunk ott az Égnár téren, leszállunk, átsétálunk ott a Széchenyi utcára, felülünk a 41-esre, az István útig, onnan meg valamelyik, de mindegy, majd meglátjuk, hogy hogy hozza ki a lépés, és megyünk, srácok. Második alkalommal, hogy elcsípünk egy új Mercit, és úgy srácok, nem tudtam bejelentkezni ott a 60 utcán, amikor felszálltam a autóbuszra, szinte azonnal jött a 22-es. Sajnos nem sokat fogunk menni vele, vagy rájött a srácok, hogy kéne megoldani. Lehet, hogy... Aha, lehet, hogy végig megyünk a labirintusig, mert ha már új Merci jött, akkor tegyük már meg ezt. És képzeljétek el, amióta akkor utaztam új Mercin, amikor veletek utaztam új Mercin, ugye amikor az előző ilyen videóban elcsíptünk egy újat a 41-es vonalon, amikor onnan a debreceni törvényszék megállótól egy megálló mentünk a helyi közi autóbusz állomásig, de azóta új Mercia soha nem utaztam, mert egy havarom, Hunor, aki amikor Debrecen vagy arra fele mentünk össze-vissza, és nagyon szereti a új buszokat, és én is nagyon szeretem ezeket, de azért én tudjátok, hogy milyen vagyok, én mindent szeretek, úgyhogy igen, nagyon örülök ennek az új busznak. Reméljük, hogy ilyen sikeresen fog menni a további utunk. Most 16 óra 12 van, úgyhogy van még egy bő óra hosszánk a busz indulásáig, úgyhogy menjünk, srácok, a Vincel nézik. To make first door boarding easier, we kindly request our passengers to move into the interior of the vehicle. For boarding, please use the rear doors of the vehicle. Thank you very much. Nos, srácok, és leszálltam a... Azért, igen, a 12-esen arra. Leszálltam a 41-esről, 22-esről, ami egy új Merci volt, és ugye láthatjátok, hogy itt forgattam ott videókat, ugye hátulról minden szögből. Most ment el a 41-es, most ugye 16 óra 26 perckor, és 16 óra 20-kor elment a sima 41-es, és 16 óra 25 perc, vagy 16 óra 30 perckor fog jönni a 41-es, és azért választottam ezt a Széchenyi utcán, mert ott a 41-es áll, és ahhoz képest, hogy ott csak a 41-es jár, sűrű jár ilyenkor csúcsütőben a 41-es, és ilyenkor tényleg el lehet, hogy a legkésőbb az egyiket 10 perc múlva jön a másik, úgyhogy, de amúgy sem egy ritka járat, ugye hétvégén azért nem csinálnék ilyen céltalanul széles videót, mert akkor azért sokkal kevesebb esélyünk lenne, hogy elérjük a buszt, de most akkor megyünk a 41-esre, srácok. Csak úgy eszemültet, hogy olyan dolog, hogy ez is egy új Merci lenne, akkor tényleg az nagyon durva lenne, de valószínűleg nem az lesz, de ennek is nagyon örültem. Most ezzel csak a Kürtös utcáig tudunk menni, mivel hogy szabályunk az, hogy nem érinthetjük a buszállomást csak 10 perccel az autóbusz indulása előtt, és mivel most a buszállomás közelébe sem mehetünk, és mivel ez a buszállomáshoz megy, most a Kürtös utcán le kell szállnunk, és átgyalogolunk a Zégner térre, ha jönnek az emberek, arra megyek. Lálványa, itt ennyi lenne, srácok, a mondani valóm. Thank you.
srácok, és leszálltam a busztól, és érdemes a megemlíteni, ha már itt vagyunk, ugye itt van mellettem a Real Premium, és ugye ahol most itt állok, ott még 1991 előtt mi vonat járt, ugyanis itt ment régen a 108-as és a 108-as Debrecen Füzesabony és a 109-es Debrecen Tiszalök vasútvonalnak a közös szakasza, amit még egy előző videóban bejártunk, és ugye ez a nyomvonal vezetett Debrecen Vásártér állomáshoz, ismertem én a kisállomáshoz, és ígértem nektek, amikor itt a Zsegnár térnek a kisállomás, vagy mutatjuk a kisállomás helyét mutattam be, hogy be fogjuk járni nagy az egész nyomvonalat, de ez még nem valósult meg, mivel hogy nem tudom pontosan, csak idáig a nyomvonalat, idáig a Zsegnár térig, onnan nem tudom pontosan. Ha tudtok, akkor írjátok már meg, ez nagyon szép, megköszönnék nektek, hogyha itt állnak egy olyan weboldalnak a linkjét a kommentbe, amelyikben leírja, vagy valami térképet, vagy mit tudom én, valami olyasmit, amiben teljesen megmutatja, hogy hol ment pontosan a régi nyomvonal, találja, odáig a Koszor utcáig tudom, onnan már homály, azért nem akarom csinálni ezt a, nem akartam még megcsinálni azt a videót, mivel hogy nem akarok hülye útvonalon menni, ami még nem is igaz, úgyhogy ha tudtak valami ezzel kapcsolatos, a nyomvonallal kapcsolatos valami oldalt, vagy valami térképet, akkor annak a linkjét írjátok meg kommentbe. Elég sokat dumáltam, szóval akkor menjünk az Zsegnár térre, srácok. Ez a Debrecen földes, ugye amikor Hajdúszoboszlóra megyünk, akkor is itt fogunk elmenni. Szóval többet nem dumálok, menjünk az Zsegnár térre, ami arra van. Srácok, és megérkeztem ide a Zsegnár térre, és most látom, hogy 13-as az 52-kor fog jönni, és 13.49 van, és ez most nagyon jó hír nekem, mert azzal most el fogunk menni a Kölcsei központig, ahonnan a 2-es villamossal valahogy visszamegyünk, de várjátok, srácok, most 16.49 van, úgyhogy nem sok időnk van, és nem akarom már sokat időzni, mert 16 óra, 17 óra 20 perckor a 34-es, ami csak tesz egy jót a városra, és megy arra Józsára, úgyhogy azzal most nem fogunk elmenni, de viszont a 13-os az többéses lesz nekünk, egészen a Kölcsei központi tovább nem fog menni, mert az idő elített, ugye új mértékünk már volt minden, úgyhogy nem panaszkodhatok én se, és ti se panaszkodhatok. Közben két fiúcsapat rövök rajtam, hogy mind beszélek a telefonomnak, erről ennyit, ugye leszarom, úgyhogy remélem halljátok hangomat a busztól, mi megyünk a 13-as busztól. Na srácok, és mégis úgy döntöttem, hogy leszárok itt a 60 utcánál, amit a 24-essel is megtehetünk volna, mert ugye az is arra jön, de hogyha Kölcsei központnál szállunk le, azt is a 24-esre megtehettük volna, de most láthattátok, hogy a 13-as jött. Most szinte ugyanazt fogjuk most csinálni, most ugye a Zsegnár térről elindultunk, most visszamegyünk a Kossuth térre, ugye így jöttünk arról, vissza, arra, így, vissza, úgy, na mindegy, ezt most úgy se értitek, de szóval menjünk vissza a Kossuth térre. Én nem tudom, hogy mennyi lesz akkor az idő, de már a nagy állomásra nem nagyon fogunk elvenni, hanem már megyünk vissza a busz végre, esetleg egy kicsit leülök, és a padra esetleg még ott pihenek egy kicsit. De többet nem fogok csinálni, mert ugye az idő srácok, úgyhogy megyünk tovább, vagy menjünk a Kossuth térre, közben itt egy kuklós busz a 22Y-on, na ez is egy ritka járat, ugye. Reggel, kora reggel jár sokszor, délután meg este a 24Y-vel együtt, úgyhogy megyünk a Kossuth térre. Na srácok, és átvettem a szelfikotra a telefonomat, és 16.59, úgyhogy még le se fogok pihenni, mert ugye nem tudom, hogy fognak jönni a járművek, de még lehet, hogy ugye 17-10
11-15 semmiképp se lehetünk, vagy semmiképp se szállhatunk le, és még a közelébe sem mehetünk a buszállomásnak, úgyhogy most nem tudom, hogy lesz, most 16 óra 59 van. Ja, nem tudom, lehet, hogy megvárom a 16 óra 5-öt. Igen, most egy 17 óra ebben a pillanatban, megállom a 17 óra 5-öt itt a padon, itt ezen a padon, és akkor indulok el, és akkor meglátjuk, hogy majd mi, hogy fogjuk elérni a busz, de már mindegy arra mutat, hogy ez egy szuper céltalan buszélos adás lesz, úgyhogy srácok, nem panaszkodhatok semmit, nem akarom ismételni magam, úgyhogy szuper. Na, srácok, és felálltam a padról, mert már idő van, és mindjárt meglátjuk, hogy milyen busszal, hogy milyen trollival, mert buszok és trollik állnak meg a debreceni törvényszék elnevezésű autóbusz megálló helyen, hogy melyikkel tudunk elmenni, vagy hogyha nem jön semmi, akkor gyalog. Úgyhogy, és itt vagyunk a Csonka templomnál amúgy. A kereszteződésnél, ugye most jön szembe az 502-es kácsé, ugye, ha jól gondolom, ha jól emlékszem, akkor azzal is jöttünk le a videó elején a nagy erdőről. Úgyhogy srácok, nem tudom, hogy is állom, hogy a kezemben van, és hogy kapcsoljam ki a telefonom kameráját, de valahogy így. Szóval vagyunk. Na, srácok, és 17 óra 12 van, és 17 óra 15-kor jött volna az első busz, ami egy 41 Y-s lett volna, tudjátok, amivel feljöttünk a Vincellér utcától a Kürtös utcáig, de azt én későnek tartom, úgyhogy inkább elindultam gyalog, de még elég időben vagyok, hoppácska, zöld a lámpa, jaj, de még 5 másodperc van, jaj. El ne hagynak az állványról valamit. Igen, megnéztem, hogy szerintem, mintha valami leesett volna úgy, de nem. Külső srácok, menjünk a buszállomáshoz, most már ideje. Na, srácok, és vezetem mind a botról, és mind a állványról a telefonomat, és most így a kezemen tartom, hogy nagyon bénán, ugye a kamera oldalán, mert ugye a másik kezemben az állvány van, és láthatjátok, hogy ott 17 óra 15 van, és akkor ott van a leghátsó busz lesz, hogy a miénk, ugye ez a penészleki, ugye egy Volvo Alfa régióval. Jaj, de lefőttem. Még most nem, mondjuk mostanában, ugye az előző ilyen adásban, meg most, kifejezetten kényelmesen elértük a buszt. Úgyhogy nem panaszkodhatok, de most szállunk fel a buszra, és valahogy megbeszem, hogy egyet valahogy le kell raknom valahol az állványt, mert még a pénzt se készítettem elő. Na, srácok, és felszálltam a buszra, és érdekes, le vagyok izzadva teljesen, pedig kényelmesen elértük a buszt. Az izzadásom szerintem az az oka, hogy várjátok, most az állványom itt útban van. Hogy csináljam? Ja, odaállok. Na, most fölöslegesen csináltam hülyét magamból. És nem tudom, hogy most figyelnem kell, hogy jön nekem, mert az állványom egyszerűen csak így tud megállni, hogyha így teljesen szét van terpesztve. Kicsit látszik rajtam, hogy izzadok, de azért izzadok, mert azt még nem voltam el, hogy kicsit sietem a buszhoz. Meg azért is, meg kiveszem a kamerát, vagy a kamerát, telefon. Aztán bekapcsolom, kikapcsolom. Na. Nincs mit. Na, srácok, a hölgyet elengedtem. Valahogy nehezen. Na, és most már nem is dumálok többet.
srácok, és itt vagyunk már a Céltalan plusz Célos adások történetében harmadjára Hajdúszoboszlón, és a harmadjára is köszönöm nektek innen a figyelmet, hát ugyanis voltunk már, amikor először, nagyon régen, májusban csináltam egy ilyen videót, ugye az előző ilyen adás, az is itt végződött, és ide jöttünk, és akkor is ugyanilyen kényelmesen elértük a buszt, de akkor furcsa, nem voltam annyi leízadva, mert akkor tényleg kényelmesen elértük a buszt, de egy kis most le voltam izzadva, de akkor is ott voltunk 5 perccel a busz indulása előtt, de ennél jobban nem is kívánhatnék, mert ugye 10 perccel hamarabb nem lehetünk ott a busz indulása előtt, úgyhogy teljesen meg vagyok elégedve a mai adással, új mercisztünk, minden volt, úgyhogy ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtjétek el, hogy éljen a közlekedés, sziasztok!